Nem, nem szeretném a kerítést lebontani, soha semmi olyan típusú nyilatkozatom nem volt, nekem és a pártársainak se, hogy a kerítést szeretnénk lebontani. A kerítés egy adottság, ami védi a magyar emberek biztonságérzetét, és amíg ez így van, addig a kerítésnek állnia kell. A kerítés marad, sőt, horribile dictu, nem tudom erre a Fidesz mit fog mondani, én még az élő erőt is oda tenném a határ mellé, visszaállítanám azt a határőrséget, amit a Fidesz szüntetett meg. Sőt, mi vagyunk az a párt, amelyik a GDP-nek a 2%-át odaadná védekezésre, honvédelemre, mert mi azt látjuk, hogy arra szükség van, hogy tehát, hogyha védelmet akarunk, arra pénzt kell fordítani, és a költségvetésben van erre pénz, Kósa Lajosokra, meg Rogán Antalokra nincsen pénz. Fel vagyok háborodva, ugyanis soha nem hagyta el a számot ilyen mondat, sőt a gondolata sem merült fel bennem bármikor is, hogy a kerítést le kellene bontani, és a Jobbikban sem. A kerítést annak idején először Magyarországon 2014-ben még egy jobbikos polgármester, Torockai László Ásotthalmon vetette föl. Azóta is támogatjuk a kerítést, de mindig hozzátesszük, hogy a kerítés önmagában nem megoldás. A kerítés mellett szükség van élő erős védelemre, vagyis a mi véleményünk szerint egy önálló határőrségre, aminek a felállításához a szakmai tapasztalat még megvan. Minél hamarabb meg kellene tenni, hiszen az igazi biztonságot az garantálja, hogyha a kerítés mellett emberek is állnak.